Debrecenben vagyunk Benjaminnal, na meg hát persze Varga Zoli valaki, Hajdú-Bihar egyes számú választókerületnek a jelöltje. Benjamin, te most érettségizel, ugye? Igen. És mire készülsz? Műszaki Egyetemre Budapesten. Mihát leültünk volna beszélgetni, én persze már láttalak tégedként, amikor Zolinak kampányoltunk ott a belvárosba. Úgyhogy a csodában történt az meg, hogy te itt édesutottál a politika környékére, vagy a mi környékünkre. Őszintén, nekem elegem van ebből a folyamatos gyűlöletkeltésből, ebből a gyűlöletkampányból, hogy éppen ezt kell utálni, hogy azt kell utálni. Ez a liberalista gondolkodás úgy sokkal közelebb állt hozzám alapból, hogy gondolkodjunk szabadon, legyünk önmagunk, és attól még élhetünk, ha még nem is konfliktusmentesen, valamilyen szinten békében egymás mellett. A suliban egyébként az osztálytársaim között szörnyen felkapott téma, maga ugye ez a politika, de ők sose mentek igazából addig, hogy bele is vágjanak ebbe az egész témába. Amikor úgy gondolkodsz a jövődön, hány százalék esélyt adsz most annak, hogy vissza fogsz jönni egyetem után Debrecenbe? Hát nem sokat. Nem sokat. Nem sokat. De ez még szerencsés, mert van egy nagy egyeteme. És nem jönnek vissza. Mi történik ezekkel a városokkal? Kihalnak. Tehát nyilván ugye akkor elkezd fogyni a népesség, és sokkal kevesebb munkavállaló lesz egy adott idő után. Szerintem azzal, hogy elmennek innen a fiatalok, az azért van, mert egyszerűen nem izgalmas számunkra a város. Azért nézzünk meg egy nyugati, hasonló méretű várost, akár Hollandiában, hiszen a kisebbik lányom ott él. Izgalmas a város, szeretnek ott élni az ott lakók. Egy olyan közeget teremt a város vezetése az ott lakóknak, hogy legyen jó ott lakni, és én ezt hiányom különben Debrecenből is. Lehet, hogy Benni ezt nem ezekkel a szavakkal mondta, de szerintem ő is erre utal. Aztán reméljük, hogy mindaz, ami történt a felsőoktatásban, amit én nagyon nem szeretek, mert szerintem elvették tőlünk a felsőoktatást, az nem fog a hátrányára válni. Reméljük, hogy lesznek jó kollégiumok, és nem a kínaiaknak adják a diákvárosnak a helyét. Szóval egy csomó dolog lesz itt, azt kívánom, hogy vegyél részt ebben a küzdelemben is majd. Szükség van rád is, meg hát az országra is. Szóljanak meg győzelmet. Ezen dolgozunk, meg lesz a harmadikán.